mai témánk az HR és technológia. Nem tudom, hogy tudod-e, vagy ismered-e azt a statisztikát, hogy a vállalatok elsősorban jelenleg a HR digitalizációjába investálják a legtöbb pénzt, hogyha szoftveres megoldások után kutatnak, szervezeti szinten. És van még egy érdekes adat, hogy nemzetközileg a startupok világában lassan több pénz folyik a HR startupok világába, mint a pénzügyi startupok világába. Mi az oka ennek? Hát, hogyha viccesen akarnék fogalmazni, akkor azt mondom, hogy azért, mert a HR-nek jó a marketingje, és a HR szakemberek megfelelően tudják elhitetni a döntéshozókkal, hogy semmilyen tőke nem elég, amit, vagy semmilyen befektetés nem elég, amit ebbe be lehet rakni, de nyilvánvalóan ezt nem szabad elviccelni. Az életben gyakorlatilag a folyamatos változás figyelhető meg, és nincs másképp ez az üzleti világban se. Azt gondolom, hogy ezt kimondhatjuk, hogy az üzleti életben olyan, hogy stagnálás ilyen nincs. Különösen mostanság itt Covid idején, hát igen, azt hiszem, igen, hogy elég erős változásoknak vagyunk tartani. Bár ugye egy megfelelő home office-ban otthon az ember a teája mellett lehet, hogy nem vesz tudomást a környezetének a változásáról, de ez a fajta változás, ez indukálja a folyamatos innovációt és fejlesztést, ha más nem a versenytársakkal való árverseny az, ami ezt szükségessé teszi. Értelemszerűen minden vállalkozás, minden entitás azon dolgozik, minden befektető, vagy jó esetben minden munkavállaló, hogy hogyan tudja a saját munkafolyamatait hatékonyabbá tenni, hogyan tudja a költségeit csökkenteni, és ez igaz a HR folyamatokra is, igaz a HR szakterületre is. Hogyha egy kicsit távolabbról nézzük meg, a HR az elmúlt 100 évben egy önmagában is egy folyamatos fejlődésen ment keresztül. Gyakorlatilag ugye mondhatjuk, hogy nem is elmúlt 100 évben, mert elmúlt több ezer évben. Azt nem tudom, tudod-e, hogy a toborzást azt honnan származtatják, ha lehet egyetlen így fogalmazni. Hú, nekem van Cézárhoz kapcsolódó sztorim, de lehet, hogy másra gondolsz. Egyébként igen, római birodalom, ahol az első ilyen belső ajánlási, mondjuk azt a jutalmat adták a légióban. Egy új katona toborzására. Így van, igen. És aztán ugye ez folyamatosan a történelme, hogy haladt előre, változott, aztán megjelentek a 19. században az első gyárkapura kirakott plakátok, és a különböző toborzásnak aztán értelemszerűen most már ugye... Sokan azt mondják, hogy a Forte modell utána igazából most vagyunk egy új balanszban, mert hogy a Fordnak a modellje volt az, hogy adjátok nekem fixen a munkaidőtöket, a 8 órátokat, és praktikusan, amióta ez a Ford sorozatgyártásos foglalkoztatási forma megszületett, azóta végül is végig ugyanebben az időszakban voltunk, és a technológia az áttolt bennünket egyértelműen, a magánéletünkbe átszivárgott a munka, és ebből fakadóan felbomlott a balansz, és azzal, hogy most home office-ban dolgozhatunk újra, azzal valamennyit visszanyertünk a munkától. Nem tudom, hogy ez így van-e. Hát, igen, attól függ, hogy ki milyen szegmensben dolgozik, mi az ő terület, vagy mi az a közvetlen környezet, ami körbeveszi, mert ugye az elmúlt X évben szerintem nincs olyan ember, aki ne találkozott volna valamilyen vicces képpel. Nekem a nagy kedvencem az áprilisban, amit kaptam, amikor egy építőipari mester ül otthon az ottani étkező asztalán, és mellett a betonkeverő, és ott van írva, hogy home office-ban műveskedek. Tehát, hogy vannak olyan munkakörök, amiket egyszerűen nem lehet távmunkában folytatni, és ilyen értelemben ez a fajta egyensúly, a munka-magánélet közötti egyensúly is másképpen hat eltérő területen dolgozó emberekre. Ja, abszolút, de hogy visszarántam magunkat a témához, ja, hagytam magam elkalandozni. És igen, egy történelmi hibás, kis kitekintést. Hogy, tehát mi a legfőbb motiváció az, hogy egy vállalat investál technológiába? Én nem gondolom, hogy egy szoftverberuházás az egyértelműen ROI kérdésbe leírható. Ahogy azt sem állítom, hogy minden egyes szoftver az valójában hatékonyságjavító eszköz. De alapvetően igen. Tehát a célja az mindenképpen ez. Az innovációnak mindig az a cél, hogy hogyan lehet az adott munkafolyamatot, hogyan lehet azt az adott környezetet fejleszteni, hogyan lehet egyszerűbbé tenni, hogyan lehet az emberi tényezőt kiküszöbölni, hiszen az ember az megbetegszik, az ember szabadságra megy, az ember
mármint az élő munkaerő, nem robotizálható, nem mindig ugyanabban a tökéletességben végzi el azt az adott munkafolyamatot, és ilyen formában az innovációnak, hogyha most nagyon nyersen akarok fogalmazni, az egyik célja az az, hogy hogyan tudod az emberi hozzáadott értéket minimalizálni. És akkor érdekes, mert ugye ennek van egy olyan szintje, amit nem lehet átlépni, tehát nem tudunk mindent, és hála Istennek szerintem nem is akarunk mindent teljes mértékben digitalizálni vagy robotizálni. De visszatérve még, hogy a kérdésed is azért adjak választ, hogy mi lehet ennek az oka. Nem véletlenül mondtam ezt a kisebb történeti kitekintést. A HR-nek az elmúlt 100 éve az gyakorlatilag arról szól, hogy hogyan tud egy személyzet ügyből, egy munka ügyből egy stratégiai szereplővé válni. Legalábbis ez a vágyáma. Ez a vágyáma, és azért azt gondolom, hogy nagyvállalati szinten ez meg is valósul. Hiszen ugye a 4M modell és a különböző gazdasági nagy elméleti teoretikusoknak megfogalmazott módszertan, az mind azt mondja, hogy a humán tőke az pont ugyanolyan fontos tőke, ugyanolyan versenyelőny lehet a versenytársakkal szemben, mint a pénzügyi tőke, vagy a technológiai tőke, vagy bármilyen olyan üzleti, vagy piaci tőke, amivel megfelelően tud prosperálni egy döntéshoz. Okay, és megéri ebbe investálni. Mert ha belegondolsz abba, hogy ez majdnem olyan, majdnem akkora megtérülés van benne, mint hogyha ha valamilyen új technológiát jelenzte meg a piacon. Én azon gondolkodom, hogy... És óriási üzlete miatt. Bocs, hogy ez nem kérdés, hogyha itt volt ma... Nem, még tegnap volt itt a Magyar Telekom HR igazgatója, aki azt gondolom, hogy egyértelműen emellett tette le a voksát, és arról is érdemes lehet beszélni, hogy például a Magyar Telekom nem működik egy Vanda nevű mesterséges intelligencia szoftver, ami a ügyfelszolgálati munkaköröket vált ki. Tehát én azt hiszem, hogy és évek óta zajlik ez a folyamat, azt hiszem, hogy a chatbotok is ebbe az irányba mennek. Tehát én értem azt a megtérülést, de azzal kapcsolatban azért van bizonytalanság, hogy minden szoftvernek egyértelműen ilyen jellegű munkaerőpiaci kiváltási, vagy emberi erőforrás kiváltási hatékonyságnak kell lennie. Ez a motiváció. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy mi az, ami motiválja a vállalati döntéshozót abba a kérdésbe, hogy mondjuk technológiai fejlesztések irányába menjen el, valószínűleg ez eltérő vállalatonként más. De hogyha mindenképpen kellene mondjuk ilyen premisszákat meghatároznunk, akkor az élő munkaerő kiváltása az csak az egyik. Nem azt mondja, hogy elhanyagolható, de az egyik. De a folyamatoknak az automatizálhatósága, a mérhetőség, az egyszerűsítés, azok biztos, hogy hol tart ebben a toborzási terület? Mert a toborzási terület hol tart? Hát, attól függ, hogy melyik vállalatnál nézzük. Hogy néz ki ez a takaréknál? Nézd, hogyha a HR-nek a működését és ilyen formában a HR fejlesztést vagy technológiai fejlesztésnek a fő irányait keresnénk, akkor egy nagyon érdekes lineális folyamatra lehet felhúzni a HR-nek a működését. Ez a munkavállaló és a munkáltató együttműködésének a folyamata. Baromi egyszerű az egész, még én is megértettem. De aminek az első pontja az, amikor is a jelölt találkozik a hirdetéssel. Ugye nem teljesen ez az első pontja, azt a pozíciót létre kell hozni, létszámgazdálkodási dimenzió. Itt ebben a virtuális teremben ezt nagyon értjük. Igen. Ennek a részét biztos. Tehát a jelölt vagy a későbbi munkavállaló szempontjából az első pont az ez. Az utolsó pont az pedig valamikor, amikor az exit interjút, jó esetben, hogyha a vállalatnál vannak exit interjút, az exit interjút elvégzik, és gyakorlatilag elköszön egymástól a munkavállaló és a munkáltató. Ez a két pont között egy tökéletes lineális folyamat figyelhető meg. Látod először a hirdetést, aztán mondjuk jó esetben a karrierportálon, vagy bárhol, galampostán, teljesen mindegy, milyen módszeren. De most azt mondod, hogy ez a tranzakció alapú a szoftver megközelítés, amikor minden egyes feladatot le lehet bontani bit size-ra, és akkor az alapján... És le is kell, de nem azért kell lefordítani, tehát nem azért fordítod le, hogy digitalizálj, hanem azért fordítod le, mert a résztvevőknek mondjuk így, ez egy elcsépelt kifejezés, ez az élmény alapú folyamatok, élmény alapú munkahely, ez gyakorlatilag, hogyha... Ennek már nagyon nagy divatja van, nagyon nagy divatja, vagy bárhova mész föl, mindenhol olvashatsz erről valamit, és mindenkinek van egy-két
mondjuk így, hogy megszívlelendő gondolata, meg mindenki arról beszél, hogy nálunk aztán élmény alapú folyamatok vannak, azért jó leszögezni azt, hogy a munkája az alapvetően arról szól, hogy az ember ott dolgozzon, és nem szórakozzon. De több mint 10 éve jelent meg a HVG-nek van egy Tehetségmágnesek című könyve, amiben az van leírva, hogy az új generáció a munka élményének a fogyasztója. Egy a kérdés az, hogy ez jó, ez egy amerikai könyv, tehát rögzítsük, tehát hogy egy kicsit össze vagyunk attól, de hogy a mai napon tényleg mindenki az élményről beszél. És különösen, hogy a szoftver tekintetében van. Tudok olyan vállalatot, aki azért ruházott be egy szoftverbe, hogy digitális élményt tudjon nyújtani a munkavállalóinak. Ez volt a cél. Uh-huh. És én azon gondolkodom, hogy nagyon sokat beszélünk a szakmában jelölt élményről, mind arról, amikor találkozol magával a jelöltel, mennyire fontos az első benyomás, mennyire fontos az, hogy egyébként milyen gyorsan megy végig a felületen, de a professionnek a CEO-ja mondta azt, hogy mindenki szaladjon végig a saját jelentkezési folyamatán egy mobilon keresztül, és ha mobilra optimalizáltan nézte ezt, vagy legalábbis egy mobil szemüvegen keresztül figyelte ezt a folyamatot, akkor tudni fogja, hogy milyen élményt ad a jelöltjeinek. Tehát, hogy én látom a helyét magának az élménynek, de ezen túlmenően van ezzel, érdemes ezzel foglalkozni, vagy ez egy szempont? Olyan értelemben érdemes, tehát hogy nem csak az élmény, a folyamat élmény szempontjából érdemes ezt a fajta lineáris gondolkodásmódot alkalmazni, hanem abból a szempontból is, hogy hogyan tudod egyszerűsíteni, hogyan tudod a preferenciáknak megfelelő folyamatlépéseket megteremteni ezekben a HR folyamatokban. És ez legyen egy toborzási folyamat, legyen egy onboarding folyamat, legyen akár egy teljesítménymenedzsmenti folyamat, vagy legyen aztán majd később a már említett exit interjú. Most az, hogy egyébként túl van-e gondolva az élmény, túl van-e gondolva a munkavállalói élmény, túl van-e gondolva a jelölt élmény. Tegyünk ki az asztalra, te hogy gondolod? Túl van gondolva? Egy picit igen, de nem teljesen, mert hogyha megnézed, jó esetben te is elég sokat dolgozol, pontosabban ez nem olyan jó, de valószínűleg elég sokat dolgozol, de ehhez nem kell tudományos kísérletekre hivatkoznunk, hogy kimondjuk, hogy az alváson kívül a munkahelyen töltöd a legtöbbet. Jó esetben alszol is eleget. Hogyha így nézzük, akkor azért nem mindegy, hogy azt az időszakot, azt a 6-8-10 órát, amit munkával végzel és a munkahelyen töltöd, vagy a kollégáid köt, azt hogyan éled meg. De igazából az élmény alapú folyamatok kialakítása az semmi más, mint amikor megtervezed ezeket a folyamatokat, vagy megtervezed az azt körülvevő környezetet, akkor egyszerűen csak megpróbálsz, vagy akik ezt kialakítják, megpróbálnak beleülni a résztvevők székébe, és megvizsgálják, hogy milyen preferenciáik lehetnek. Például egy toborzási folyamatnál, az élmény alapú toborzási folyamatnál megvizsgálod azt, hogy vajon egy jelölt, egy érdeklődőnek milyen információra lehet szüksége, amikor egy hirdetést megnéz, vagy mondjuk a jelölteknek az anyagaiból, amikor majd döntést hoznak, hogy kivel akarnak együtt dolgozni, a döntéshozónak milyen információkra lehet szüksége ahhoz, hogy adott esetben el tudja dönteni egy baromi legnehezebb kérdés, hogy az adott jelölt alkalmas a feladat elvégzésére, vagy nem. Az adott jelölt be tud illeszkedni abba a kultúrába. Vagy akár, hogy kibe van a legnagyobb potenciál. Vagy kibe van a legnagyobb potenciál. Pontosan. És hol tart ebben a takarék? Mert én azt hiszem, hogy jellemzően azok a szoftver beruházások, amik történnek, vagy legalábbis a legtöbb vállalat, akivel beszélek, az kintről kapja az UKÁ-t, jellemzően valami standardizált, 12 országban ugyanannak a folyamat mellett haladunk, azért nálatok ennél sokkal nagyobb szabadság van, azt feltételezem, hogy mert ti határozzátok meg, hogy merre mentek, és hogy milyen testeszabás, vagy milyen funkcionalitás mellett vagytok. Hol tartotok HR digitalizációval, mit csinál most a takarék? Hát egy kvantumugrást hajtottunk végre az elmúlt években. Tehát ahonnan indult, azért azt látni kell, hogy a takarék szövetkezeti integrációs rendszer az mondjuk így, hogy próbálnak most finoman fogalmazni, mondjuk, hogy honnan indult, tehát azért pár évvel ezelőtt, hogyha finoman akarok fogalmazni munkát, mint munkáltatói márka nem volt éppensége vonzó. És ez nem csak azért, mert mondjuk hogy az átlagemberben milyen kép jelent meg az integrációs szövetkezeti rendszerről, hanem egyszerűen az ott dolgozók is sokszor érezték azt, hogy nem csak az elemekkel kell harcolniuk, hanem mindennel, ami körülveszi. És ezzel most már túl vagytok. És hát most ott tartunk, hogyha csak a HR folyamatokról beszélünk, gyakorlatilag minden a HR
HR szakterülethez kapcsolódó folyamat az valamilyen digitális felületen történik, vagy valamilyen digitális, vagy valamilyen technológiai háttért támogatja. És azt hiszem, hogy sikerült egy egészséges egyensúlyt a személyes kapcsolatok és a digitális felületek alkalmazása között megtalálni. Nyilván van a business partneri működést, vagy adott esetben az interjúztatást, azt mi is megtartottuk a személyes jelenlétet, de mi próbálunk azért nagyobb hangsúlyt fektetni a személyes jelenlétnél az onboarding mentor folyamatokra, vagy azokra a folyamatokra. És szoftveresen támogatjátok? Szoftveres támogatással működik, igen. Egyrészt ugye ez azért az adatalapú döntéshozatalak szempontjából is fontos az, hogy mert az, hogy a Pistike majd éppenséggel az adott munkavállalónak az eltöltött minden percéről megfelelő információkat fog feljegyzetelni, amit majd aztán a Gizike megfelelően fog értékelni, ebbe azért valljuk meg őszintén kevésbé bízhatunk. Ilyen értelemben azért megbízhatóbb egy szoftveres környezet. De a takarék, ebből a szempontból így értettem azt, hogy kvantumugrás után vagyunk. Nyilván van hova fejlődnünk. Ha egy tanulságot kéne megmondani a kvantumugrás után, amit másképp kellett volna csinálni. Fú, rengeteg van. Tehát kimondottan technológiai beruházás kapcsán, akkor mi lenne az egy tanács? Azt hiszem, hogy több is lenne egyébként, de ha egyet kéne kiemelnem, az az, hogy hogyan tudjuk bevonni a környezetünket ebbe az egész projektbe. Ebben sem voltunk megfelelően felkészültek. Ugye egyáltalán az egésznek a kommunikáció, a belső kommunikációs rendszereket mikor kezdtük el kialakítani, hogyan kerestük meg, mikor találtuk meg a kapcsolatot ezzel az akkor még 7000 dolgozóval. Azt látni kell, hogy a takarék nagyon sok szempontból sajátos, vagy vannak sajátosságai, de egyik legfontosabb, hogy az a 7000 dolgozó, az 900 helyszínen dolgozik. 900 helyszínen. Tehát, hogy mindenki otthon. Most nem, hanem fiókokban. Fiókokban és 150, nem, de igazad van egyébként, mert most nem 900, most szerintem 3000 helyszínen dolgozunk kb. És ezt a teljesen széttagozódott szervezetet kell neked valamilyen formában HR és más szempontból is valahogy működtetned. És hogyan tudod bevonni az érintetteket ebbe a projektbe, hogyan tudod aztán később majd edukálni őket, hogyan tudod a digitális tudatosságot megfelelően kialakítani. Ebben azt gondolom, hogy a projekt előkészítő szakaszában és az első szakaszában erre nem fordítottunk megfelelő időt, és nem úgy kezdtük, most már biztos, hogy úgy kezdeném, hogy először egy olyan belső kommunikációs csatornát alakítani ki, most mindegy, hogy az internet, vagy valamilyen applikáció, amivel megfelelően érjük el az érintetteket, vagy egy interaktív kapcsolatot tudunk fel kialakítani. Ez egy, azt gondolom így, hogy egy komoly tanulság volt. Utolsó kérdés. Mit fogsz csinálni legelsőnek, hogyha túl vagyunk a Covid-on? Én, vagy pedig mit fogunk? Te személyesen mit fogsz csinálni? Alszom egy nagyot végre. Egyébként, ami azt gondolom, hogy nagyon hiányzik, de ebben biztos, hogy nem vagyunk egyedül, az egy nagy tömegrendezvény. A takaréknál ennek óriási hagyományai voltak. A 2019-es karácsonyi rendezvényünkön majdnem 4500-an vettünk részt az arénába. Gigantikus rendezvény volt, és hogyha túl vagyunk ezen a nem is tudom én minek nevezzem ezt a mostani pandémiás helyzeten, akkor azt hiszem az első az lesz, hogy nekiállunk egy nagy tömegrendezvény szervezésének. Köszönöm, hogy itt voltál, és hogy elfogadtad a felkérést. Köszönöm, hogy meghívtatok.